Önkéntes karanténba vonul a román kormány valamennyi minisztere és a kormányzó Nemzeti Liberális Párt vezető testületének minden tagja. Ezt Ludovik Orbán Pinéli elnök jelentette be, azt követően, hogy kiderült, pozitív lett a koronavírus tesztje az egyik szenátoruknak. Önkéntes elkülönítésbe vonul a Nemzeti Liberális Párt országos vezetőtanácsa, miután kiderült, hogy pozitív lett a koronavírus tesztje Virgil Kicák Penélés szenátornak és a feleségének is. Ludovik Orbán ma rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az alakulat vezetőtestületének minden tagja házi karanténba vonul. Mivel kapcsolatba léptek Kicák úrral, megvan annak a lehetősége, hogy az Országos Politikai Bizottság, illetve a szenátusi csoport tagjai megfertőződtek. Ezért komoly és gyors intézkedéseket kellett hozzunk, hogy csökkentsük a további fertőzések veszélyét. A végrehajtó bizottsági tagok esetében kértem az egészségügyi minisztertől, hogy még a mai nap folyamán végezzék el a teszteket. Ezt követően az összes kollégám házi karanténba vonul. A miniszterelnök elmondta, az egyes számú villálák, azaz a kormány egyik protokoll villájába vonul házi karanténba, ahol azonban minden lehetősége meg lesz arra, hogy tovább vigye hivatalát. A minisztereket arra kérte, hogy szigeteljék el magukat a minisztériumokban, és csak telefonon, illetve elektronikus úton lépjenek kapcsolatba egymással és munkatársaikkal. Ludovik Orbán ugyanakkor bejelentette, a nem kívánt helyzet miatt nem vehet részt azokon a kormányalakítási konzultációkon, amelyeket Klaus Johannis államfő hívott össze a parlamenti pártokkal.